Na, sziasztok srácok, én Danavik, és itt vagyunk egy következő videóval, és most szeretnék elkezdeni egy újféle sorozatot a csatornán, ami nem másról szól, mint a Game Dev Tycoonról. Remélem, hogy így kell kiejteni a nevét. Ez a játék pontosabban arról szól, hogy igazából egy játékfejlesztők vagyunk, vagyis játékokat szeretnénk fejleszteni, és ugye hát alapból kezdünk egy bizonyos garázsból, és innenről eljutunk úgymond odáig, hogy egy saját vállalatunk lesz majd a végén. Nem tudom, hogy ez a játék mennyire fog nektek tetszeni. Nem tudom, hogy hány perces részeket csináljak ebből. Nem tudom, hogy ebből egyáltalán lesz-e egy hosszabb játék, vagy lehet, hogy nem is fog nektek tetszeni, és felesleges erről tartalmat gyártanom. Ezt majd ti eldöntitek, ez rajtatok múlik. Most szerintem így az első részt megpróbálom egy ilyen 20 percesre így bemérni, és meglátjuk, hogy ez hogy fog nektek tetszeni, és hogy csináljuk-e tovább, vagy nem. Alapból ugye van egy kis magyarosítás a játékhoz, nem tudom, hogy 100%-osan működik meg ilyenek, de mindegy, kezdjünk is szépen bele. Még közben azért úgy annyit el szeretnék mondani, hogy lehet, hogy lesz olyan, hogy nem nagyon fogok beszélni, vagy valami, megpróbálok mindig folyamatosan beszélni, de nem biztos, hogy lesz olyan, hogy én mindig folyton aktívan tudok beszélni, mert én általában az ilyen játékoknál én mindig így koncentrálok, meg így odafigyelek, és ezt én általában ezt így ilyen kikapcsolódásképpen szoktam én az ilyeneket játszani, nem videózásképpen, de most kipróbálom ezt is, mert most így érdekel mégiscsak, hogy videóban ezt így hogy tudjuk így megoldani, és hát szeretnék nektek azért egy ilyesmiféle tartalmat is bemutatni a csatornán, mert örülnék, hogyha tetszene nektek, de majd ezt ti eldöntetek. Na, cégneve srácok, igazából most ez így full random kéne izélnem, hogyha most rám kéne szabni, akkor én azt adnám cégnek, hogy Mindsight, de kedvetekért odaírjuk, hogy Danistak. Nem, ez nem. Ne legyen ilyen, hogy Danisták. Legyen annyi, hogy PGT, jó? Ez lesz a PGT Kft. Játékos neve, hát Dani vagyok. Kérlek szépen, ugye hát férfiak vagyunk. A hajat megpróbáljuk olyanra belőni, mint ami talán nekem van. Pici ázsiai. Hát talán még ez áll hozzám a legközelebb, de nekem mindegy, magunkra ezt annyira nem lehet szerintem itt testre szabni. Legyen szép fekete póló. Van fekete póló? Messze, hogy nincs fekete póló, srácok. Akkor lesz ilyen fekete és cuccos. Folytatás! Tippek feloldása, mivel már játszott ez lőtt is játéka. Igen, már játszottam a játékkal, amúgy srácok. Ez minden korábban megszerzett tippet felhasználni. Ott szeretnéd importálni a korábban megszerzett tippeket ebbe a játékba? Ez nem tudom, hogy ez hogy működik. De akkor igen, szeretném mondjuk. Gondolom. Na, nem tudom, hogy mennyire lesz hangos a játék, én közben megpróbálom így figyelni, hogy pontosan jó legyen minden. Meg remélem, hogy nincs semmi kitakarva a képről, és mindent lehet látni. Na szóval, hogy most alapból mi nem fogunk semmi tippet kapni. Értem, jó. Na akkor fejleszünk is gyors egy játékot, ugye minden onnanról kezdődik, hogy el kell kezdeni valahonnan. Szóval, ez így nem hangos, srácok? Várjál, kattingatok egy kicsikét így. Hát... lehet, hogy ez egy kicsikét hangos. Kicsikét lejjebb veszem a hangot a játékon, nehogy túl hangos legyen. Így ennyire lejjebb veszem, jó? Mondjuk ez így, nem tudom, szerintem nem lett hanghalkabb. Itt is egy kicsikét így lejjebb húzom. Na nézzük. Jó, ez így szerintem csak jó lesz, csak nem lesz annyi idegesítő. Na, új játékot csinálunk, legyen az elsőnek a játék neve. Mi legyen az első játék neve? Amúgy játékneveket majd írjatok a komment szekcióba, és majd olyan játékokat fogunk ez a sorozathoz majd gyártani. Az első játékunk mondjuk legyen az, hogy... mi legyen az első játékunk? Csináljuk meg elsőnek a Minecraftot, jó? Megcsináljuk elsőnek a Minecraftot, hogyha már úgyis egy Minecraftos csatornán van. Téma: vadászat, posztapokaliptikus fantázia vagy tánc. Hát ezt inkább talán a fantázia, fantasy stílusba tudnám berakni. És ez egy... hát, ez vagy egy én szerintem ez egy kalandjáték, nem? A Minecraft ez egy kalandjáték lehet, szerintem. Nem, biztos, hogy nem akciójáték, biztos, hogy nem szerepjáték, biztos, hogy nem stratégia. Talán még szimulációnak, hát nem. Kalandjáték, srácok, a Minecraft. Nagyszerű kombináció, hát köszönöm. És hát természetesen PC-re fogjuk megcsinálni. Következő. Grafika. 2D-s grafika vagy szöveg alapú, hát azért a 2D-s grafika az a minimum. Ilyenkor szépen az emberkénk az elkezd itt fent dolgozni. És közben nekünk kell eldönteni, hogy mire mennyit adjunk. Amivel én már játszottam a játékkal, itt már nagyjából így hírogatja, hogy plusz-minusz mire érdemes jobban adni. A játékmenetre nagyon nem érdemes adni, a motorra egy kicsikét, és erre pedig nagyon. Ezt mit tudjuk így húzogatni, így felfele majd ebbe? Szerintem majd egy idő után ti is rájöttök, hogy ez hogy megy.
A lényeg, hogy minél jobban el tudod ezeket a pontokat úgymond így osztani, hogy ezt így hogy kell pontosan csinálni, annál többen fogják, annál jobbra fogják értékelni, annál többet fogsz belőle tudni eladni, annál több pénzed lesz, és annál gyorsabban tudsz fejlődni, stb. Stb. De szerintem ez azért már egy átlava magától jön. Nagyszerű, itt ugye itt látszik, hogy plusz, 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 három darab plusz van, itt van még egy kérdőjel, amit nem ismerünk. Ez itt totálisan ismeretlen, hogy pályadizájn, és a mesterséges intelligencia nagyon nem fontos. Szóval ilyenkor érdemes ugye ezt legfelső izébe felhúzni, ezt egy kicsikét, hát ilyen kis középszerűen, így mégiscsak kevesebb legyen, mint ezzel, azért ne legyen a legkevesebb, és ez pedig a legalsó szintre, és itt lehet látni egy alul a csíknál a pontos elosztás rendben van, és ilyenkor ugye hát látszik is, hogy dolgozik a kis karakterünk, és itt mennek fel a pontok. És itt látszik, hogy hány a csak kivitelezésünk, a technológiánk és a hibák, meg ilyenek. Szóval, ja. Jaj, mennyit beszélek, srácok. Hát még, hogy nem fogok tudni eleget beszélni, hát még mit nem. Na, itt ugye hát a hang nem fontos, a grafika az kicsikét fontos, ez pedig nagyon fontos. Tökéletes. Szépen dolgozunk is tovább, hogyha néha amúgy megállok a beszéddel, az azért van, mert vagy vizet iszok, vagy közben elcigizek, nem tudom hányan tudjátok, hogy én elcigizek általában, de aki nem tudta, annak elnézést. Na meg is vagyunk rá, mondjuk, hogy befejezés, és a játékunk 15-10-es szintű lett, új téma, új kombináció, igen, és ugye itt lehet látni, hogy mennyire fejlődik a karakterünknek úgymond a tapasztalata. Tehát, hogy mennyire ért a motorhoz, mennyire ért a játékmenethez, mennyire ért a pályadizájnhoz, párbeszédhez, mindenhez. Na, és akkor szépen rámegyünk a játék kiadására, srácok, és nézzük, hogy milyen lesz majd az első játékunkról a ilyen kategória. És ilyenkor szépen jön is egy olyan játékteszt, az első értékelések, tehát ilyenkor értékelik a játékunkat, általában az ilyen kiadók, vagy nem tudom mik, és jönnek ugye róla az ilyen első dolgok, és nem is rossz. 8-as értékelés. Hoppá, ez lesz egy 9-es? Ez egy 9-es, srácok. Azta. Na. Még egy 8-as. És még egy 8-as. És itt van ugye, hogy miket mondanak, hogy mi tetszik nekik benne. Hát jó, ez most csak annyit mondta, hogy nagyon jó, majdnem tökéletes, imádtam. A történet, a küldetés elemre fordított figyelmük nagyon jót tett ennek a játéknak. Királyság, és ilyenkor ki is rakják szépen a piacra. A PGT, a játékipar újonca, éppen most adta ki első játékát, a Minecraftot. A játék kedvező értékelés kapott, ilyen jó kezdéssel a PGT biztos hamar megnöveli a rajongótáborát. És itt lesznek majd jobb felső sorokban amúgy, hogy mennyi rajongónk van, hogy mennyit adtunk el a játékból, az is itt megy majd, mindenki adott játéknál. És az első héten, kérlek szépen, a Minecraft című játékból 8464 darabot adtunk el. A top listán ugye pedig a 13. helyen vagyunk ezzel a játékkal. A Minecraft nagyon sikeres volt, hogy már van 48 darab rajongónk, és azt hát lehet egyre jobban felvenni, és a végén akár több 10 000, akár 100 000 rajongót, és akár millió rajongókat is szépen összegyűjteni. Eladási rekord, hát igen, a játék eladási rekordot döntött, 10 000 eladott példányal. Ja, hát igen, ez most így a mi cégünknél ez egy ilyen új rekordnak számít. És hát itt lehet látni, hogy hogy jön a pénzünk. És itt van, hogy 24 000 dollárt kaptunk már a Minecraft eladásából, csak ennél az egy izénél. Ezen a héten már 10 000-et, és ez egyre feljebb fog szépen itt menegetni. És hát ja, ez a lényeg. Ezen kívül még lehet kutatni. Kutatással tudunk új témát, vagy egyedi játékmotort izélni. Az új téma, ugye, ahol lehetett választani témát a játéknál, ugye ott volt, hogy milyen témájú játékokat akarunk csinálni, tehát lehet repülőgépes játékokhoz való témát kikutatni, lehet játékfejlesztéssel kapcsolatosan romantikus témát, államizével, meg mindenfélevel kapcsolatosat. És itt pedig az egyedi játékmotor, hát az pedig egy kicsit drága, azt még pillanatban még nincs is elég pontunk. És itt van amúgy jobb felső sarok, vagyis hát inkább mint középen, kéken, hogy mennyi kutató pontunk van, abból tudunk majd szépen fejlődni. Na és itt szépen tudunk jelentést készíteni a játékunkról, ezért is kapunk amúgy kutatási pontot. És ilyenkor készít egy jelentést, hogy mi az, ami jó ebben a játékban, és mi az, ami nem jó. Nemrég készült a piaci felmérések szerint, igen, és közben kapunk ilyen híreket is, hogy pillanatilag milyen platform, mennyire híres, meg stb. Stb. Szóval, ja, itt most azt írták, ugye, hogy ez a Nintendo, nem tudom mi ez, lealázta úgymond a PC-ket. Tehát többen használják azt a platformot, mint a PC-t.
Magyarán mondva, és még amúgy még mindig adjuk el, és már van 123 rajongunk, ami azért nem rossz. Na és ilyenkor egy idő után ugye kivonják a játékunkat, 23 ezeren vették meg ezt a játékot, és 160 ezer dollárt kerestünk belőle, ami szép pénz. Azért nem rossz így, így az első játékunkhoz képest. Na és megvan szépen ugye az első játék lent, és a Minecraft kiadása után analízisbe elkészült az alapjeredmények, első pálya design, ami nagyon, ami az ilyen típusú játékoknál nem nagyon fontos. Hát igen, ő is igazából csinált egy ilyen jelentést, hogy a pálya design nem fontos úgymond a Minecraftnál, vagyis ennél a fajta játéknál. Ó, Istenem! Na nézzük! Játékelőzmények, kutatás, új játék. Hát most pillanatilag, jó, kutassunk ki egy új témát. Csináljunk, vagy kutassuk is szerintem a repülőgépes témát. Kutatási indítás, és ilyenkor is ilyet elkezd szépen dolgozni a karakterünk. És hogyha ezt kikutatjuk, akkor majd tudunk csinálni majd repülőgépes témával kapcsolatos játékot is. Királyság kutatás befejezve. És tudjuk is csinálni új játékot, akkor szépen csinálunk is. Akkor ez lesz a repülőgép... legyen valami a real játékokhoz, tehát mi annak a neve, várjatok srácok. Nincsen, azt gondolom most nem jut eszembe semmilyen repülőgépes játék. Pedig régen nagyon sok, War Thunder, azaz. War Thunder, nem tudom ki ismeri, ki nem. Ez egy repülőgépes játék, na nézzük. Repülő, és vagy akció, vagy szimuláció, ami esetleg lájul, de egyelőre szerintem megcsináljuk a szimulációt, vagy akciót. Legyen szimuláció, vagy csináljuk meg az akcióval, srácok. A War Thunder alapban egy repülőgépes akció, csináljuk meg az akciójátékot. Platform, és igen, itt van, hogy most a G64 mennyire sokan használják, tehát a, akik úgymond így itt vannak, az össz, a nép 57%-a úgymond ezt használja, a 42%-a pedig PC-t használ, és itt van, hogy milyen játékok jobbak PC-n, szóval én szerintem ezt is PC-re fogom kiadni, nem érdekel, hogy mennyi használják. Azt én PC-t szeretem, ti is a PC-t szeretitek, gondolom. Vagy mondjuk gondolom sokan vannak, akik telóról vannak, de mindegy. PC lesz. Na, bele is kezdtünk szépen a játéknak a fejlesztésébe. Szóval ez itt szerint a japán vállalat Ninvento, azaz Nintendo, de hát ugye át kellett nevezniük, mert nincs meg semmilyen izé, mindegy. Saját otthoni játékkonzolja kiadását tervezi, a Ninvento a széles körében sikert... sikeres arcade játék, mi az Dinkei King készüljét ismert, készüljéként ismert. Aha, tehát kiadnak hamarosan egy új játékkonzolt, a Ninvento-t, azaz Nintendo-t. Királyság! Számos ipari szakértőket kétli, hogy az otthoni játékkonzol sikeresek lennének, de már alig várjuk, hogy mivel izélnek, ugye hát hamarosan kéne egy új játékkonzol, a későbbiekben amúgy majd mi is tudunk majd új játékkonzolokat fejleszteni, sajátokat, ami amúgy nagyon király dolog szerintem. Na, és hát a szokásos cuccok beállítások alapján szépen el is kezdtük a War Thundernek a fejlesztését. Valahol nem tudom, lehet látni. 1 év, 10 hó, 2 hét, ez nem tudom, hogy mit jelent pontosan. Igen, itt ugye hát a mesterséges intelligencia, ami fontos, a pályadizájn, ami így közepesen, és a többi így, és van, nagyszerű, rendben. Ez visszafele számol, vagy ez előre? Ez előre számol. Tehát most kár, hogy nem pontos időt ad, vagy valami, tehát hogy most 2000 valamennyi. 1 év, 10 hó, és most lesz 11. hó. Grafika az, amit nagyon fontos, a világdizájn az, ami nem nagyon fontos, és a hangok, amik szintúgy egy kicsikét fontosak. Ahogy amúgy fejlődünk, egyre több ilyen tulajdonságot is tudunk majd egy jobb oldalt kiválasztani, de ezt majd meglátjátok, majd azt bemutatom, amikor majd jön valami új tulajdonság, de ahhoz majd új játékmotort is kell majd fejlesztenünk, de mondom, ez még egy kicsikét még azért arrébb van. Na, ilyenkor még ugye kell várni, amíg a hibákat itt kijavítják. A mai napon, na, megjelent a Ninvento. Mi az? A mai napon Ninvento megerősítette korábbi pletykák, hogy új otthoni játékkonzolt vannak kiadni. Tess! Aha! Tehát Tess néven lesz a következő konzol úgymond megnevezve. A konzol kazettás alapú játékokat is egyedileg tervezett kontrollert fog használni. Királyság, hamarosan kijön a Tess! Na! Srácok, meg is vagyunk a második játékunkkal, a War Thunder-rel. És nem lett annyira rossz talán, itt új rekordot döntöttünk. És ugye fejlődtünk is valamennyire. Valamennyire. Játék kiadása. És mindjárt meg is kapjuk szépen az értékeléseket.
Az első érdekes, igen. És... na? Ez is egy 8. Srácok, nagyon jól megyünk. Hű, mondjuk egy 6-os. Ez annyira így nem jó, ez szerintem egy 7-es lesz. Így is van. Ez pedig egy 7-es megint. Hát, nem lett annyira rossz, lehetett volna sokkal rosszabb is, de ez egy kicsit rosszabb lett, mint az előző, de nem baj. Kiadjuk, és már az első héten adtunk belőle 4000... mennyit? 3800 darabot, jól láttam? Nem tudom mennyit, valamennyit adtunk. Már 12000 adásnál tartunk, ami az eléggé szép. Közben én szépen késztek is ugye egy jelentést róla, hogy mi az, ami jó benne, és mi az, ami rossz. Közben felülök, mert már kezdem elülni így a dolgokat. Na! Szépen ki is kutattuk a jelentést. War Thunder kiadása után, igen, repülőgép és az akció nagyszerű kombináció. Motor az ilyen típusú játékosoknál nem fontos. Királyság, tehát a motor az, azt ugye nem kell izelni, annyira erőltetni. Egyedi játékmotor, 50 darab kutatási pont kéne hozzá. Hát arra még nagyon nincsen pénzünk, szóval hát egyelőre srácok még csak így játékokat tudunk úgymond így fejleszgetni. Szóval ja, gyors, akkor meg is csináljuk szépen a harmadik játékunkat, ami mondjuk legyen a... Először kiválasztok valamit. Legyen egy vadász, és egy vadász szimuláció. Megnézzük, hogy milyen a vadász szimuláció, és akkor most megnézzük G64-en, hogyha már ennyire kezd híres lenni. És akkor ez legyen a Hunter Simulator. Tökéletes név, mehet. Kettő és grafikát, még nagyon jobbat nem tudunk, és akkor szépen kezdjünk is bele. Így is van, itt a játékmenet, ami a legfontosabb, ez kevésbé, és az is teljesen nem. Nagyszerű, akkor szépen kifejlesztjük a Hunter Simulator-t. Igen, ez marad így, nagyszerű. Amúgy srácok, a képen jobb alsó sarkában ott van a izé, a Mindside-os promó, pocsi azért, de hát oda igazából kifért, ott nagyon nem láttok úgymond ott nagyon semmit, szóval oda raktam, hogy Nimventon mai napon. Ó, megjelent a test, srácok! War Thunder kivonása a piacról, igen, 19000 darabot adtunk el a War Thunderből, és 132000 dollárt kerestünk vele. Hát, nem rossz, elmegy egynek. Na, itt igazából ugyanaz, királyság. Hát, nem a legjobb játékok egyike lesz, én nagyon úgy látom. Hát így is van. Végül is elmegy egynek, még a hibákat gyors, ugye, ki kell javítani. Ilyenkor ugye, hogyha még a végén hagyjuk így dolgozni, akkor javítjuk ki a hibákat. Ezzel meg is vagyunk, és nem lett semmi új rekord, viszont szintet léptünk grafikából, nagyszerű. Akkor szépen, és megvan az 50 kutatási pont, ami szerintem nekem... Készítünk még azért egy játékjelentést. Jönnek ugye a tesztek a játékunkról, hogy milyenre értékelik. Léci, 7-es. Na, egy 8-as talán. Ez 6-os, 5-ös. Egyre rosszabbak vagyunk. Ez egy 6-os lesz. Léci, ez is, ez 7. Na. Lehetne ez még mindig rosszabb, én azt mondom, jó? Tehát ez még mindig úgy elmegy nagyjából. Egynek, szerintem. Na, ezt még gyorsít le, izéljük, ezt a kutatást, vagyis jelentést. A mesterséges intelligencia az ilyen tényleg nagyon fontos királyság. Épp most fejeztem be a izét, a szimulátor lenyűgöző a tehetséged. Szerződéses iparágban dolgozom, ahol tudnánk használni az ötletkörös készségeket. Ha kevés pénzed van, csak tudass velem, és megpróbálok neked szerezni munkákat. Ó! Akkor tudunk izélni. Így is van, most már tudunk munkákat keresni, srácok. Amit majd szerintem a következő videóban be fogok nektek mutatni. És a következő videóban szerintem el is kezdjük csinálni, lehet, hogy az első saját játékmotorunkat. Majd meglátjuk, viszont srácok, akkor ennek az első résznek így ennyi lett volna. Ha szeretnétek folytatást, akkor ugye like, és hát kommentbe írjátok le a véleményeteket erről a játékról. Szóval ja, én Dani voltam, és nagyon szépen köszi a figyelmet, sziasztok! Na várjátok, le is kéne állítani, sziasztok!